gyárba, fogd neki egy állatorvos. Ismerősöm hiszták, hogy a videót tudjuk. Hát nem, az állatorvos volt. Tudikám, írjam már fel nekem, hogy olyan szélom volt, amit a lovak tudtak. És írta, díj mentem fel. Letette a papa, okay, két hét oldalát, amit az állatorvos. Azt kérdi, na papa, megyem ma ott a szex? De a szex az nem megyem, de amit elrát a legelem. Kedves vendégeim, nem hiába futkároztam én hiába ezt a forró levest is, elhoztam nem sokára. De hogy én itt a forrófrától sebeket ne kapjam, vegyék el tőlem ezt a tálat. Ne örüljék, Anna! De még minek ne örülnék? A herényzetig viszem a kutyát. Na, ezek után olyan jelennek, amelynek kutya van az ügyben, nem tudom, hogy ezt eldöntöm te. Na, kedves vendégeim, behoztam én ezt a feldarabolt kakast, és megötte a jérték. Mert hogy belefőtt ez a kakas a levesbe, ő adta az ízét, hallgassák meg hát most a végrendelkezését. Azt mondja, mielőtt megesznek, add egyet kikötöm, hogy a mennyasszonyé legyen. Felintes, ne megbeülegényed, tegyél eleget a férfias mutát. Ehhez legyen jó, erő, egészség, de legfőbb éppen a beülegénynek szenzáció keménység. Éljen az ízik lehet, azt a szokségetet! Fogjál le a fő. És minek piros? Éget a kutája, mint a lövét hoztam. És hadd kérdezem meg tőled, hogy te képes belőled a nyomulnak a csillagokat is lehozni a dejtől? Csak menjen fel, hogy dejtel, mi? Édesanyám, gyertek van, de apátok összetörte magát. Hát akkor meg kérdeljék, hogy Timó, menj az előtt és akkor az ágyba. Persze az az a legkisebb szükség. Azt mondja, édesanyám, hát mi borult te tegnap este a szobába? Mondom, semmi kis sárnyom. Hát akkor azt mi nem mondtad, hogy ezt vagy a Isten sárny, csopé? Hát emberek, nem akarom jobb kedvel, jó szívvel játszottam szerepem. Szerepeltem a Málénit, bőven eleget. Most már szeretnék én is egy kicsit mulatni, ordó veseimnek, bőven indira. Azért, amit tetszett, nem jár érdemélem, hogyha megtapsolnak, azt megköszönöm szépen.